Megsemmisítette az Alkotmánybíróság az éppen egy éve elfogadott sarkalatos családvédelmi törvény egyes rendelkezéseit, azokat, amelyek a család fogalmával és az öröklési szabályokkal foglalkoznak. Az indoklás szerint azért, mert a jogalkotó túl szűkre szabta a család fogalmát. Mint ismeretes, a törvény a társkapcsolatok közül kizárólag a házasságot ismerte el a család alapjaként. Hiába fogadta el a parlament tavaly egyhangúan, a család nem csak az, amelyről a családvédelmi törvény azt állította. A jogszabály eredetileg azt mondta ki, hogy a család természetes személyek érzelmi és gazdasági közösségét megvalósító olyan kapcsolatrendszer, amelynek alapja egy férfi és egy nő házassága, vagy egyenesági rokoni kapcsolat, illetve családba fogadó gyámság. Az Alkotmánybíróság szerint viszont más modellek is léteznek, és erre figyelemmel lehetett volna a jogalkotó. Az ilyen szűken meghatározott család definíció mellett, még ettől elkülönítve, esetleg más elnevezéssel sem törekedett felsorolni azokat a törvény által elismert egyéb társas együttélési formákat, melyeket ugyanazoknak a támogatásoknak kell megilletniük, mint ami a családokat megilleti. Ugyanez a törvény különbséget tett örökös és örökös között is, hiszen következetesen mellőzte a bejegyzett élettársi kapcsolatra való utalást. Az alkotmányossági felülvizsgálatot kezdeményező Szabó Máté szerint ez ellentmond a polgári törvénykönyv örökléssel kapcsolatos előírásainak is. Az Alkotmánybíróság ezt a rendelkezést is megsemmisítette. A tavaly kinevezett Balsai István különvéleménye szerint az Alkotmánybíróság túllépett hatáskörén. Álláspontom szerint a jogalkotó szándéka ellenére való jogok kiterjesztésében az Alkotmánybíróság nem vállalhat aktív szerepet. Sem a hatalmi ágak megosztásának tiszteletben tartása, sem pedig saját hatáskörünk kerete ismeretében ezt nem tehetjük meg. A Fidesz-KDNP által ugyancsak tavaly delegált Pokol Béla szintén külön véleményt fogalmazott meg az Alkotmánybíróság határozatával kapcsolatban. Ő úgy vélte, hogy az indoklásban mérvadó korábbi alkotmánybírósági határozatokat nem vehette volna figyelembe a mai alkotmánybíróság. Azok a korábbi érvelések és normatív álláspontok, amely gyakorlatilag döntők voltak a megsemmisítésnél, melyek a mai alaptörvény deklaráció és elveivel is értelmes előírásával szemben állnak, nem vehetők át és nem idézhetők meg megítélésem szerint. A többségi véleményt az elnök és 9 alkotmánybíró támogatta.